összességében jónak mondható, jóívású tiszta borokat kóstoltunk. Tükrözte a borok minősége a 2015-ös évjáratot. Általában vékonyabbak voltak, mint az előző években tapasztalt felhozások. Én úgy gondolom, hogy a gazdák éltek azzal a lehetőséggel, hogy szakmailag egy kicsit be tudjanak avatkozni a boroknak az élelésébe, a minőségébe. Talán, ami kifogásolható, a kéntartalmat, ugye éveken keresztül kértük őket, egy kicsit lusták voltak a borok, fáradtak, hogy a kénszintet úgy állítsák be, hogy a frissességét meg tudja őrizni a bor, ne legyen már a 2015-ös koravén március-áprilisban. Most egy kicsit ez átkerült a ló másik oldalára. Most fogjuk este folyamán kérni őket, hogy nagyobb odafigyeléssel egy kicsit visszabáljanak a kénszinttel, és egy csodálatos évjáratot lehet egyébként maga után tudni. Én gondolom, hogy a gazdák mindig okulnak, tanulnak és meghallgatják a véleményünket, amit mi próbálunk építőjelleggel, szakmailag feléjük közölni, és lehet, hogy vannak még olyan borkészletek, amik igazán nem érettek meg a versenyre, nem érettek meg a megmérettetésre, és ezért volt olyan gazda, aki úgy gondolta, hogy ha marad, majd óborként fog nevezni, talán nem tisztultak le annyira. Én kérem a gazdákat azért, hogy adjanak be mindig mintákat, mert csak úgy van kontroll, hogyha egy szakmai zsűri elbírálja, eldönti, és elmondja, vagy leírjuk nekik, hogy mire kell figyelni az adott évjáratnál. Az jellemezte a bor mintákat, hogy a középmezőny volt talán kiemelkedő, jóívású, tiszta borok voltak. Az aranyérmes boroknál már a fajta jelleg dominált, ezt mi pontba próbáltuk korrigálni, illetve egyetlen egy tételnél volt az, amit sajnos nem lehetett lepontozni, nem lehetett érmet adni, mert ott valószínű a gazda nem vette figyelembe, hogy a hordó minősége már nem volt olyan, hogy a bor tárolni, érlelni lehessen benne. A tapasztalat az, hogy mindenhol van jó minőségű, tudatos bortermelő gazda, és vannak kisebb termelők, akik nem tudják igazán azt a technológiát biztosítani az erjesztés idő alatt, a bornak a megszületésekor, mint egy nagyobb borászatok, és ez most itt a borbírálaton, a borversenyeken is jelen van. Összességében ezen a borversenyen én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés olyan bor volt, ami igazán kritikát kapott volna, negatív kritikát. Az jellemezte a borversenyt, hogy a közepesnél jobb, és az élmezőnyben is tartozó, tisztaivású jó borok voltak, és egy nagyobb borversenyen is ezek a borok megállják a helyüket. Véget ért a mintázás, épp most már csak utózöngék vannak, oklevelek megírása, ki milyen szintet ért a borával. A település szempontjából ezt továbbra is fenn kívánjuk tartani, ezt a rendezvényt, hiszen ennek egy közösségépítő szerepe van, és a boros gazdák legalább találkoznak este vacsorakor, mindenki kiértékeli, hogy milyen minőségi bor tudott a tavaly évben összeállítani, vagy éppen egy jó borral jelentkezett a versenyre, holott ugye, ahogy emlékszem, egy kevés óbor is volt, inkább új borok voltak. Amit úgy láttam, hogy talán még több lett az érmes, mint tavaly évben. Mintaszám szinte ugyanannyi volt, most 51 darab, tavaly meg 55 minta volt, ez 23 vagy 24 termelőtől érkezett ez a minta. Én úgy gondolom, hogy ezt a hagyományt tovább is fenn fogjuk tartani. Esetleg még olyan gondolatom támad, hogy lehet, hogy egybetesszük a pálinka és borversennyel következő évben, ezt majd megnézzük, hogy logisztikai, hogy tudjuk ezt kihozni, és lehet, hogy akkor úgy fogjuk összekombinálni a következő évben, hogy egybe menjen le ez az egész verseny. Alapban én jónak értékelem, valószínű, hogy a termelők is bizonyos önkritikával élnek, és nem hoznak olyan borokat ide, amik úgy gondolják, hogy nem a versenyre való, és valószínű, hogy azért is ért ide ilyen kevés minta. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy fenn kívánjuk tartani ezt a rendezvényt, és következő évben is ennek hagyománya lesz. Esetleg mondom, lehet, hogy összekombináljuk egy pálinka versenyre, mert most a létszámokat nézegettem, hogy
mindegyik versenyen hány személy, valószínűleg egybe egy nagyobb szabású rendezvényt lehetne tenni, mert akkor több embert érintene egyszer ez a rendezvényünk. Szeretettel köszöntelek benneteket mai borversenyünk eredmény hirdetésén. Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívást, és ennyi mintát leadtatok. Szinte majdnem számra azonos a tavalyival, 51 minta volt leadva az idén, tavaly pedig 55, ha jól emlékszem. Egy-két termelő sajnos most már kiesett, betegség, akár miatt eladta a szőlőit, valószínűleg azért egy pár mintával több lett volna. Itt említettük is a zsűri tagok, minden egyes mintához lett írva valami, miért jó, miért rossz, miért nem. Ezt nem akarjuk publikussá tenni, minden gazda, hogyha kíváncsi rá, akkor hár Robertnél ott van a lista, az értékelő lapok mindenkinek fel van írva, mindenki egyénileg, ha kíváncsi rá, menjen a Roberthoz, és el tudja olvasni az eredményét, hogy mit értékelt a zsűri. Akkor el is kezdenénk a díjkiosztót. Úgy gondoltuk, hogy az aranyokat a legvégén adjuk itt, tehát nem akarok senkit feleslegesen ugráltatni. Összeadottuk a neveket, akinek van több mintája, éppen van neki bronz, ezüst, azt egyszerre meg fogjuk kapni, viszont ha van aranyérmes, azt külön még egyszer kérjük, hogy jöjjön ki, külön fogjuk kérni az aranyérmeket. Az első oklevél Barta Gergelyé, Chardonnay bronz. Oszrider László, Cabernet Sauvignon bronz. Kovács Krisztián, Otello bronz. Kovács Márton ismerő egy család, Cserszegi Pöröskei Muskotály bronz. Csaplár József, Vegyes Fehér, ezüst. Széles Ferenc, Vegyes Fehér, ezüst. Tábri József, két oklevelet is kap, Vegyes Vörös, ezüst, Vegyes Vörös, bronz. Bozóti András, szintén két oklevelet kap, Vegyes Fehér, bronz, Vegyes Vörös, bronz. Idős Barta Gergely, szintén két oklevelet kap, Vegyes Vörös, ezüst, Vegyes Vörös, ezüst. Zsunyi Béla, ő három oklevelet is kap most egyszerre, Vegyes Fehér, ezüst, Kék Frankos, ezüst, Vegyes Vörös, ezüst. Loridon Márton, nem láttam itt. Vegyes Fehér, bronz. Fehérnél Rácz Ágnes, szintén két oklevelet kap. Vegyes Fehér, bronz. Vegyes Vörös, bronz. Idősebb Benkő Ádám, szintén két oklevelet kap, Vegyes Vörös, bronz, Kék Frankos, ezüst.
Lajter Benjamin, szintén két oklevél, vegyes vörös bronz, vegyes fehér ezüst. Galambos Zoltán, három oklevél, kékfrankos Rozi ezüst, kékfrankos ezüst, vegyes-fehér ezüst. Török Sándor, Sanyi bácsi, szintén három oklevelet kap, vegyes-fehér bronz, Bianca bronz, vegyes-fehér bronz. Itt nincs feljegyezve külön, de gondolom az ifjabbik Bekkő Ádámról van szó. Sárdoni bronz. Akkor a Sanok Róbert nincs itt, azért elmondanám önnek is, van, ami nem marad le. Sanok Róbert, Sardoni ezüst. És akkor most jönnek az aranyak. Akkor a Róbertet sorolom sorba. Sanok Róbert, kékfrankos arany. Sanok Róbert, 2013-as Cabernet Merlot kékfrankos arany. 2012-es Cabernet Merlot kékfrankos arany. 2015-ös Cabernet Merlot kékfrankos arany. Akkor jönnek, aki itt is van és arany. Kecskeméti Tamás. Vegyes-fehér arany. Galambos Zoltán, kékfrankos arany. Benkő Győző, vegyes-fehér arany. Neki meg vagyok röven. Barta Gergely, Cserszegi arany. Akkor az idősebb Barta Gergely, Cserszegi arany. Amit módosítottunk az elejéz évekhez képest, tehát ugye 20 000 forintban volt meghatározva az önkormányzat részéről az a 30-30 palac,
az felemetik most 40 ezer forintos tétre. Tehát aki akar nevezni az aranyérmesek közül, azok nevezhetnek egy második fordulóban, egy külön zsűrivel, a nagy dologból át kiválasztva. Ebben az eredmény hirdetésnek vége van, mindenkinek jó étvágyat kívánok a vacsorához. Köszönöm!